Davas Diego, KC Hajdú Böszörmény, 37-33. Edzőként hogyan értékeli a mai mérkőzést? Azért nagyobb arányú győzelemre számítottam. Igazából örülök annak, hogy győztünk. Mondhatnám azt, hogy magabiztosan azért itthon tartottuk a 2 pontot, és azt, arra is számítottam, hogy azért a nagyon könnyű mérkőzés nem lesz, mivel volt most itt 2 hétvége is, amikor ugye nem játszottunk. Rögtön az elején egy ilyen álmos játékot produkáltunk, illetve a Hajdú Böszörménynek, ahogy lassították a játékot, mi fölvettük ugyanazt a ritmust, ez egyértelműen az ő javuk, tehát az őket segítette. És aztán az első fél idő közepén, ahol sikerült több góllal is elmennünk, ott egy kicsit a védekezésünk úgy jobban összeállt, könnyű lerohanásgólokat, indításgólokat lőhettünk, és kár volt az első fél idő végén, hogy visszahoztuk őket ugyanúgy a mérkőzésben, mint ahogy a második fél idő végén is. Tehát a 2 félidő pont ugyanolyan volt, itt az közepével, mind a kettőnek a közepével vagyok elégedett, az elejével és a végével nem annyira, nem szabad, hogy ennyire ingadozó legyen a teljesítményünk, mert ez komolyan megbosszulhat magát komolyabb csapatok ellen. Ennek az álmosságnak köze lehet az elmúlt 3 hét pihenő idejének, hogy úgy mondjam? Én azt gondolom, hogy igen, legalábbis okosabbat most nem tudok erre mondani. Igen, az játékosok kikerülnek abból a ritmusból, hogy hétközben edzés, hétvégi mérkőzés, tehát már úgy készül mindenki, ugye, és akkor itt most az a szünet egy kicsit leülteti ugye, a játékosokat. Szerintem ez volt látható. Ilyenkor szoktak egyébként mindig a nagy meglepetések lenni, hogy gyengébb csapatok sikeresen teljesítenek, akár erősebbek otthonában is. Nem gondolom, hogy veszélyben volt a győzelmünk, de az örömjáték helyett, amikor már ugye 8-9 góllal vezettünk, helyette egy kicsit, hogy kellett izgulnunk, de örülök még egyszer mondom a 2 pontnak. A mai mérkőzéssel együtt 3 hazai mérkőzésünk van. Én úgy gondolom, hogy a bajnokság kimenetele szempontjából az elkövetkezendő 2-3 hét rendkívül fontos lesz. Így van. Most itt pont így az ellenfelek erősödnek, hogy így először a Hajdú Böszörmény a 10.-11. helyen áll, akkor az Ózd már a középmezőny elején helyezkedik el, és a Békés csapata jön a 3. hétvégén, ahol viszont a dobogóért, illetve a 2. helyért nagy csatát fogunk vívni. Ennek így örülök, ennek a összeállításnak, hogy először gyengébbel, a végén nehezebb, de nagyon oda kell figyelnünk, és a hazai pálya előnyét ki kell tudni használnunk, így kell dolgoznunk egész héten, hogy ezeket úgymond a Hajdú Böszörmény és az Ózd mérkőzéseket, ami kötelező győzelmek itthon, mindenféleképpen hozni kell, tehát az elsőt már teljesítettünk, és bizony a Békés ellen, ami 3 esélyes mérkőzés hazai pályán, azt gondolom őket is meg kell vernünk. Voltak olyan hibák a mai mérkőzésen, amelyeket ki lehet javítani a jelenlegi játékos állománnyal? Nagyon remélem, így van. Tehát ez a védekezésünk, amire készültünk is, hogy a Hajdú Böszörmény ez a 2 beállós játékban a beállósokat folyamatosan próbálják játékba hozni, illetve Tomorinak meg az Olának az átlövéseire. Ezt sajnos nem igazán sikerült a mérkőzés minden időszakában jól megoldanunk. A lerohanás ugye elégedett vagyok, és itt van 1-2 játékunk támadásban, amin folyamatosan csiszolni kell, meg csiszolhatunk, mert az tökéletes úgy sem lesz soha, de nagyon remélem, hogy ezek jobban és jobban fognak működni, és hogyha már ilyen mérkőzés szituációkban szépen megint gyakorolgatjuk őket, mint ahogy ma is, ugye folyamatosan, akkor egyre jobban és jobban fognak működni. Remélem, hogy ez majd a következő mérkőzéseken meglátszik. Ifjúsági csapatunk is játszott ma a mérkőzés előtt. Ők hogyan teljesítettek? Hasonlóképpen, mint a felnőtt csapat, tehát ott is lehetőségünk lett volna akár 10 góllal is győznünk. Nagyon örülök neki, hogy győztünk. Azért tudni kell, hogy a góllövő listát vezető Kis Attila, aki egyik legnagyobb tehetsége ennek a klubnak, előző héten keresztszallagszakadást szenvedett egy serdülő mérkőzésen Veszprémben. Őt tegnap előtt operálták, és így azért egy komoly erős játékossal kevesebben vagyunk. Kis Gergő azért visszatért hozzánk, itt segít ebben az időszakban. Nagyon örülök neki, hogy sikerült győznünk. Még egyszer mondom, tehát lehetőségünk lett volna több góllal is. Azt hiszem 4 góllal vagy 5 góllal győztünk a végén. 2 pont a miénk. Játékosként belülről hogyan értékeled a mai mérkőzést? Igazából, amit az edzői Szilágyi úr elmondott, hogy nagyon igazából magunknak tettük nehezé ezt a mérkőzést, mert ugye látszott, hogy úgymond ez a Hajdú Böszörmény nem egy acélos csapat, meg anyagi gondokkal is küzdve érkezett ide hozzánk Dabasra, de túl hamar elhúztunk, és ezután
egyszerűen azt hittük, hogy már zsebben van a mérkőzés, utána könnyelmetlen lövések után volt egy-két probléma, de utána hála az égnek a végén nem volt semmi komolyabb probléma belőle. Nekem egy picit álmosnak tűnt a mérkőzés. Ez az álmosság, ez felróható annak, hogy 3 hét szünet után vagyunk? Igazából felróható lenne, de szerintem konkrétan az volt a probléma, hogy a Hajdúbeszélni nagyon lassú játékkal indított minket, és próbálták lassítani minden támadásunkat, mint védekezésbe is, így nagyon hosszan játszottak, a bíró is engedte őket 1,5 percig támadni, és szerintem ez volt az álmosságuk, szerintem nem volt probléma az elmúlt 3 héttel. Most volt egy igen komoly mérkőzésünk, egy edzőmérkőzés a Kecskeméttel is, ami szerintem bravúrosan 4 góllal kaptunk csak ki, akik ugye első osztály 6. helyén tanyáznak, tehát szerintem jó volt az elmúlt 3 hét felkészülése is. Jövő héten az Ósz csapat látogat a Davasi Diego sportcsarnokba. Hogyan készültek arra a mérkőzésre? Szerintem nem lesz más a felkészülés, mint az előző héten se. Annyi különbséggel, hogy az Ósz az mindig egy ilyen nagyon csalafinta ellenfél, mert bár nagy csapatokat is képes meglepni. Úgymond most igazoltak is egy pár játékos, ugye a Miskolc felbomlása után az ország különböző pontjára mentek azért remek játékosok, és az Ósz is felvette egy-kettőt, visszament a Lovas Szilárd is, és majd kíváncsian várjuk, hogy... de szerintem itthon nem lesz nagy probléma.